Az adventi időszak közelettével süteményekből készültek el idén is Gyönk és a környékbeli települések középületei. A Mézes Kalácsfalu a Német Nemzetiségi Közösségi Házban kapott helyet. Ez a 10. édes Gyönk mézeskalás kiállítás, ugye 11. lenne, de a pandémia miatt elmaradt. Tehát 11 éve én is láttam a neten, hogy csinálnak mézeskalács házikókat, falukat, és gondoltam, hogy Gyönkön is az Egyesület csinálhatna egy ilyet, és azért lett édes Gyönk a neve, minden évben ugyanaz. Ugyanazok az épületek szinte, de hát Gyönkön nem változik olyan sok minden, úgyhogy ugyanezeket sütjük meg minden évben. Ez évről évre fejlődik, hát az első alkalommal azt hiszem talán 6 volt. Azt is nagyon félve mutattuk be, hogy mit akartunk, az épületek nem akartak megállni. Már ahhoz képest igen, sokat fejlődtünk, úgy gondolom. Az Egyesület 60 kiló mézes tésztát használt fel, ami csak az Egyesület tagjai, amit megsütöttek, de hát ez közel se az a kiállítás összese, mert nagyon sok vidékről érkező mézes kalácsház, a faluból, településről érkező családok, amit sütöttek, hát ez mind plusz természetesen. A Gyönki Német Nemzetiségi Egyesület számára fontos a közösségépítés a hétköznapok folyamán. Így számos olyan programot szerveznek, ami megmozgatja a tagságot. Az Egyesületnek ugye 189 tagja van, és abból vannak minden rendezvényen megvan, hogy kik az aktívak, és így az Édes Gyönk Mézeskalás kiállításnál is megvan az emberek, akik biztos számíthatók, és biztos sütnek, vagy jönnek dekorálni. Ez a harmadik hét, hogy készülünk rá, ugye mire meg elkészítettük a mézeskalás tésztát, aztán kiosztottuk az asszonyoknak, otthon megsütötték, aztán visszahozták ide a lapukat, vagy a félkész házakat, és akkor itt állítottuk össze közösen. Ahogy a Gyönk településre érünk be, úgy lett, igyekeztünk sorba rakni úgy. És most az idén először van mesesarok a gyerekeknek, mert a múlt héten jöhettek ki díszíteni a gyerekek, 17 csoport volt a 3 nap alatt, és az övéket is kiállítjuk, és majd a kiállítás, ha leszedjük, akkor megkapják az osztályok, óvisok, és akkor megehetik. Akik sütöttek és visszakérik, azok természetesen visszakapják. Az Egyesületét Vasárdal is nagyon jó kapcsolatunk van, ők is minden évben sütnek, és ők is csinálnak rendezvényt, és az adunk nekik vissza. A gimisek megkapják a gimit, megehetik jó hétvágyal, az általános iskolások az iskolát már nagyon várják. Szeretném megköszönni, akik sütöttek, valamilyen formában támogatták a Német Nemzetiségi Egyesületet. Köszönjük szépen! A kiállítást a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke nyitotta meg, aki hangsúlyozta, már majdnem minden német ajkú település talált magának olyan sajátos rendezvényt, amellyel élénkítik a település közösségi életét. Mittlerweile haben sich schon fast alle ungarndeutschen Gemeinden eine Spezialität ausgesucht, anhand der sie dem Gemeinschaftsleben vor Ort einen Schwung geben können und dabei auch ihre auf die Gemeinde charakteristische Eigenart zeigen können. Es gibt Stifolderfest, Hefeknödelfest, Paprikaschkochen, Bohnenfest, Strudelfest und ich könnte die Reihe noch fortsetzen. Aber ich denke nicht, dass ein Lebkuchenfest, eine Lebkuchenausstellung in diesem Format noch irgendwo gibt. Ich danke der Ungarndeutschen Selbstverwaltung für die Idee und allen Veranstaltern für die Organisation, auch denjenigen, die diese wunderbaren Lebkuchen hergestellt haben und das bereits schon das 10. Mal. A kiállítás ünnepélyes megnyitójára a helyi oktatási intézmények gyermekei német nyelvi műsorral is készültek. A mézeskalács tárlat nagy népszerűségnek örvend a környéken, a helyiek is örömmel veszik a kezdeményezést. Die Frauen haben schon sehr viel gearbeitet, von zwei Wochen schon. Oder nicht nur die Frauen, die Männer auch haben mitgeholfen, schwere Arbeit haben die Männer gemacht. Etwas. Männer waren auch dabei. Die Frauen haben geputzt, der Honigkugel gebacken und
die Kinder und die Honigkuchen geziert oder gedekoriert mit Eiweiß, Puderzucker festgeschlagen. Und mit dem Creme haben die Kinder das mit großer Freude gemacht. Vom Kindergarten, Grundschule und Gymnasium auch. Az ünnepélyes megnyitót követően a baráti beszélgetések mellett mindenki szemügyre vehette a mézeskalács alkotásokat Gyönkön.